Köszöntöm a nézőket, ez itt a Sport Hétfő, a Pannon Televízió sportműsora. Mai adásunkat labdarúgással kezdjük. Vereséggel hangolt a TSC a csütörtöki Légia Varsó elleni konferencia liga mérkőzésre, ugyanis a topolyaiak a bajnokság hétvégi fordulójában hazai pályán kaptak ki a Kragujevac-i Rádnicskitől. Ennek a mérkőzésnek az összefoglalója következik most. A topolyai együttes nagy reményekkel vágott neki a válogatott szünetet követő összecsapásnak, amelyen a Kragujevac-i Rádnicskit látta vendégül. A találkozó azonban nagyon rosszul indult a hazai csapat számára, ugyanis már a második percben Gyorgyevics labdát veszített a büntető területen belül, amit a vendégek kihasználtak, és Stankovski révén megszerezték a vezetést. A hazai csapat nem roppant meg, folyamatosan rohamozta a Rádnicski kapuját, de főleg Bányász és Kirkovic próbálkozásai, valamint Rádin és Stanić lövései nem találtak célba, és még Lazetić kapás lövése is a kapufáról kifelé pattant. Ugyanakkor a vendégek sem voltak veszélytelenek, a második félidőben Ilić kapus nagyszerűen mentette meg csapatát az újabb góltól, de a 84. percben már ő is tehetetlen volt, és Golijanin beállította a 0-2-es végeredményt. Mislim, hogy zaista taktički odigrali jednu vrhunsku utakmicu. Pripremili smo jako dobro. Mijenjali smo sisteme tokom igre. Dozvolili smo protivniku neke šuteve sa distancije, prekid gdje su, naravno gdje smo imali sreće, moraš imati protiv ovakvog protivnika i sreće da ne uđe to, ali mislim da smo zaslužili tu sreću i dosta smo neutralisali njihove te kontranapade gdje su faktički najjači, gdje ubijaju protivnike, izlaze smo visoko i pritiskali, ali opet nismo puno ostavljali prostora iza naših leđa. Naravno, morali smo se da se prilagodimo, kako je njima falio Đakovac, tako nama pet faktički standardnih igrača fali, što je puno za Radnički. Ali evo, momci koji su danas odigrali, zaista kapa dole, čestitke za sve. Jovan Damjanović, a TSC vezetőedzője is elismerte, hogy kollégája kiválóan állította fel a taktikát erre a mérkőzésre, amelyen játékosainak nem sikerült áttörniük az ellenfél védelmét. Mi smo znali da će utakmica izgleda ovako i generalno jako smo počeli, ajde kažem tu, poklonili smo jednu loptu ispred gola, ali generalno nije to nas toliko remetilo, jednostavno utakmica i dalje išla u toku u kojem smo želeli da ide, međutim dolazi smo gore i falja nam jednostavno inspiracija da odgovorimo na ovu igru jedan na jedan, negdje gde nas stalno lepe, stalno je kontakt, faul i tako dalje i tu jednostavno mora da budete inspirisani da situacije koje smo imali još brže, još kvalitetnije, u stvari ne brže, nego kvalitetnije kontrolišemo, da budemo malo mirni, jer generalno jako neugodno kada vas je izuzetno dobra ekipa, defanzivno posebno danas, jako negde i nameštena i raspoložena, posebno kad su dali rano gol, njihov elan je iskočio i jednostavno falila nam je inspiracija da damo jedan gol, i onda negdje da ovdje se podignemo. Tako da nije ni malo lako, ali kažem, danas smo morali više, posebno kad igrate protiv ovakvog protivnika, generalno mi smo se trudili, radili ono što smo planirali i šta smo spremali. Samo jednostavno sve to smo morali da radimo bolje da bi danas pobedili utakmicu. Polanyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója és a Kragujevaciak taktikáját emelte ki. Vártunk hasonló játékot, tudtuk, hogy úgy fognak játszani, mint mi, úgyis készültünk fel a mérkőzésre, hogy minél hamarabb próbáljunk előnyhöz jutni, mert az előny az később biztosított volna nekünk egy nyugodtabb játékot. Hát sajnos ajándékot kaptak a Kragujevaciak már a mérkőzés elején, egy labdakihozatalnál hát elveszítettük, rosszul játszottuk meg a labdát és gólt kaptunk. Ez már a második percben megtörtént, és utána még akaratunk, energiánk is volt az első fél időben, valahogy nem játszottunk eléggé egyszerűen a befejezéseknél, és túl komplikáltuk a helyzeteinket, amelyek adottak számunkra. Azonban a második fél idő hozott egy olyan játékot, amely nekünk nem felállt meg, a vendégcsapat úgy irányította a mérkőzésnek a tempóját, amely nekünk nem felállt meg. Teljesen visszavették a játékot. A topolyai együttesnek nem sok pihenési ideje maradt, hiszen csütörtökön már a Varsói Légiát fogadják a Konferencia Liga második fordulójában, majd pedig a hétvégén Kruševácra utaznak a Napredákhoz.
Kedves nézőink, a folytatásban pedig azt is megmutatjuk, hogy milyen eredmények születtek a hétvégén a magyar, illetve a szerb labdarúgó élvonalban, illetve a hazai alacsonyabb rangú labdarúgó ligákban. A magyar labdarúgó élvonal hétvégi fordulójában a Paks 5-0-ra kiütötte idegenben a Debrecen együttesét, a többi eredmény a következő: Ferencváros-Fehérvár 2-0, Zalaegerszeg-Győri-Eto 1-2, Kecskemét-Puskás Akadémia 0-3, Újpest-Nyíregyháza 1-0 és Diósgyőr MTK 0-2. A táblázaton első 21 pontos Ferencváros, de ugyanennyi pontja van a második helyen álló Puskás Akadémiának is, a Paks 19 ponttal a harmadik. A szerbiai labdarúgó Superliga 12. fordulójában a TSC 2-0-as vereséget szenvedett hazai pályának Ragujevaci Radnicki csapatától. A szabadkai Spartakusz pedig a bírói ráadás perceiben egyenlítette az OFK Beograd elleni idegenbeli mérkőzésen, így a találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. A többi eredmény a következő: Ubi Jedinszpó Vojvodina 1-1, Tranazdezda Nisi Radnicki 5-1, Lucsani Mladost IMT 1-0, Textilac Zseleznicsár 0-2 és Csukaricski Napredak 0-0, míg a Novi Pazar Partizán mérkőzést ma játsszák. A mezőnyt a 31 pontos Tranazdezda vezeti, a 25 pontos Mladost és a 24 pontos OFK Beograd előtt. A Vojvodina és a TSC egyaránt 16 ponttal a 8. és a 9. helyen állnak, a szabadkai Spartakusz pedig 9 ponttal a 14. a ligában. A szerbliga vajdasági csoportjában a Becse 1-0-ra kikapott az újbánovci Omladinac otthonában, és 8 ponttal a táblázat 15. helyén áll. A mezőnyt a 21 pontos OFK Verbász vezeti, a 20 pontos Csonopjai Sloga és a 18 pontos OFK Kikinda előtt. A vajdasági liga északi csoportjában az Adorjáni Tisza 2-1-re nyert a Bács Petrőci Mladost pályáján. A 10. forduló többi eredménye következő: Sztopári Hajduk Ókéri Obilics 4-2, Paripási Radnicski Bajmoki Radnicski 1-0, Szent Tamás Bácsföldvári Vojvodina 0-0, Kucorai Iskra Kulai Hajduk 2-2, Szabadkai Bácska Apatini Mladost 3-0, Bajsa Túrjai Mladost szintén 3-0 és Palánkai Bácska Paragi Budutynost 1-0. A ligát a 27 pontos Palánkai Bácska vezeti, második a Kulai Hajduk 23, harmadik az Adorjáni Tisza 20 ponttal. A szabadkai körzeti ligában Csókán tiszamenti rangadóra került sor, melyen a Csóka 1-0-ra legyőzte az Ente együttesét. A többi eredménye következő: Újzsetniki Preporod Nyegosevói Proleter 2-1, Tomislavci Torzsai Budutynost 3-1, Tavankút Kiskéri Szutyeszka 3-3, Visnyeváci Udárnik Bács Fekete Jedrán 5-0, Szeghegyi Nyegos Nádaljai Napredek 5-1, Adai AFK Györgyén 4-3 és Törökkanizsai Obilics Újsóvé Proleter 1-0. A táblázaton első a Tomislavci 28, második az Újsóvé Proleter 24, harmadik a Nyegos 22 ponttal. A szabadkai városi ligában a Csantavér 1-0-as győzelmet aratott nagy fényen a Zsednik ellen. A többi mérkőzésen a következő eredmények születtek: OFK Málabosna Elektro Vojvodina 2-5, Kelebinska Suma Palics 4-0, Szolíd Vinogradár 3-3, Hajduk Lokomotíva 2-4 és Békova Prózívka 1-6. A táblázaton továbbra is a 24 pontos Lokomotíva áll az élen, de ugyanennyi pontja van a Csantavérnek is, a 18 pontos Vinogradár a harmadik. A tiszamenti ligában továbbra is tartja első helyét a Slavia. Az oroszlámosi csapat a hétvégén a Gyálai Granicsár győzte le fölényesen 7-0 arányban. A többi eredmény a következő: Magyar Kanizsai Potisje Szerb Keresztúri Jedinszó 1-1, Tisza Szent Miklósi Sloga Padei Tisza szintén 1-1, Horgos Szaládi Ádrán 4-0, Moholi Bácska Majdáni Tromegya 11-0 és Tornyos Oromi Sampion 0-2. A Podlokányi Hajduk szabad volt a hétvégén. A mezőnyt a 22 pontos Szlávia vezeti, második a Bácska, harmadik a Potisje 19-19 ponttal. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi liga 7. fordulójának eredményei a következők: Zenta Gunarosi Szlávia Péter Rívei Jedinszpó 0-2, Kishegyesi Egység Pacséri Bácska 1-3 és Csikérpusztai Mladost Bácskosútfalvi Szloboda 0-1. A táblázaton első a Bácska 21, második a Szloboda 18, harmadik a Jedinszpó 12 ponttal. Műsorunk folytatásában pedig Magyar Kanizsára látogatunk, ugyanis a hétvégén 15. alkalommal tartották meg a Csaba Ferenc nemzetközi birkózó emléktornát. Ennek részletei jönnek most. Jubilált a Csaba Ferenc nemzetközi birkózó emlékverseny, ugyanis már 15 éve, hogy rendszeresen megszervezésre kerül a Potisje Birkózó Egyesület szervezésében. A Magyar Kanizsai Gyógyfürdő sportcsarnokában 15 ország sportolói léptek szőnyegre, 370 birkózó 49 egyesületből. A fiatalok komoly ellenfelekkel léphettek szőnyegre, így a házigazda versenyzők is és a más országokból érkezők is színvonalas mérkőzéseket vívhattak. 10 éve birkózok, hát nekem úgy jött ez az egész, hogy akkor ott Abonyba az edzőmnek a felesége vágta a hajamat, és ott izegtem mozogba a székbe, és akkor ő mondta, hogy anyukámnak, hogy vigyel le a terembe.
miért ajánlod a fiataloknak ezt a sportágat, miért próbálják ki? Hát mozogni, sportolni ez kell, mert az egészséges, meg nagyon jó sportág. A házigazda Potisje Birkózó Egyesület is felkészülten érkezett az emléktornára. Közel 50 versenyzővel szinte minden kor és súlycsoportban indítottak birkózót. Hetente 5-ször edzünk minden nap, ugye. Elég erősek az edzéseink szerintem, és felkészülés az pedig az elég jó. Miért ajánlod ezt a sportágat a fiataloknak, miért próbálják ki? Hát szerintem próbálják ki, mert itt megtanulják a fegyelmet, hogy küzdeni tudjanak. És persze ezért jó erőben is lesznek, hogy a birkoznak. A fiúk U10, U13, U15 és U17, míg a lányok U11, U13 és U17-es korosztályban léptek szőnyegre. Rekecki Rudolf szervező úgy véli, sokan erre a versenyre úgy tekintenek, mint egy igazi bajnokságra. A Balkán egyik legnagyobb gyerekversenyének számít, külön megtiszteltetés, hogy nagy birkózó múltal rendelkező országok is képviseltetik magukat. Az idei év a 15. Csaba Ferenc emlékverseny, mondhatnánk, hogy jubiláris, 370 versenyző, 15 ország és 49 egyesületből jöttek. Azt el kell mondanom, hogy a Csaba Ferenc emlékverseny talán a Balkán legnagyobb gyerekbirkózó versenye, és itt úgy gondolom, hogy mindenki nagyon neves ellenfelekkel találkozik nekünk, tehát annyiban jó, hogy a mi gyerekeink megmérkőznek egy másik hasonló korosztályi gyerekeket a különböző országokból, őnekik pedig ugyanezt, tehát nagyon komoly tapasztalatszerzés és barátkozás természetesen. A nemzetközi emlékversenyt Csaba Ferencről, Magyar Kanizsa egyetlen olimpikonjáról nevezték el. Az emléktorna nem csak az olimpikon emléke előtti tisztelgés szempontjából fontos, hanem azért is, hogy az utánpótlás minél több versenyen részt vegyen. Évről évre egyre több versenyző jön el a férjem nevét viselő emlékversenyre, és úgy hiszem, hogy most már a legrangosabb versenyek közé tartozik az emlékverseny. Nagyon örülök, hogy az idén is ilyen nagy számú versenyző jött el, mert akik eljönnek, megtudják, hogy milyen nagyszerű sportoló volt a férjem. Ő egy maximalista ember volt, aki mindig is a teljességre törekedett. A szőnyeged mindent megtett a győzelemért, és úgy vélte, hogy csak kemény munkával, edzésekkel, kitartással lehet a célunkat elérni. Úgy az életben, mint a sportterületén, és úgy gondolom, hogy ez példaként szolgálhat a jövő nemzedék, a jövő sportolói számára. És minden kedves versenyzőnek sikerekben és élményekben gazdag versenyt kívánok a mai emlékversenyen. A torna késő délutánig tartott, a legjobb birkózókat pedig éremmel és külön díjjal jutalmazták. A műsor folytatásában pedig röplabda. A legutóbbi fordulóban elszenvedett vereséget követően a szabadkai Spartacus röplabdázói javítani tudtak, és hazai pályán 3-0-ra verték a Mladi Radnik együttesét. Ennek a mérkőzésnek az összefoglalója következik most. Motiváltan léptek parketre a Spartacus játékosai a Mladi Radnik ellen a Superliga harmadik fordulójában, ugyanis a bajnokság előző fordulójában kisebb meglepetésre 3-2 arányban kikaptak a Takovo otthonában. A bizonyítási vágy azonban nagyban rányomta bélyegét a szabadkaiak játékára, ami sok hibát és pontatlanságot eredményezett. Az első szett végletekig kiélezett volt, maratoni csata után végül a házigazda kerekedett felül, és 34-32-re behúzta az első szettet. A második szett is szoros játékkal indult, majd a Spartacus röplabdázói belehúztak, és magabiztos játékkal 25-17-re megnyerték a második szettet is. A harmadik felvonásban is megmaradt a szabadkai önbizalom, a vendégeknek itt szinte már esélyük sem volt arra, hogy visszatérjenek a játékba, a Spartacus ezt a szettet 25-16-ra, a mérkőzést pedig 3-0-ra nyerte meg. Možda igra u prvom setu nije bila tako dobra kao ostala dva, ali što se gleda na kraju to su ta tri boda, što je najbitnije. Žao mi je što prošle nedelje smo prošli tako kako smo prošli u Milanovcu. Ok, momci su zaslužili, odigrali su bolje od nas, slavili su kući. Mislim da smo pokazali neku našu malo slabiju igru, ali drago mi je što smo danas uspjeli da odgovorimo tome. Pokazali smo da isto kako možemo da igramo loše, isto tako možemo da igramo jako dobro i da možemo da se nosimo sa svima u ligu. A szabadkaiak játékával edzőjük sem volt elégedett, mint mondta, a fiúk nem tartották be a megbeszélteket. Jeste protivnik igrao dobro prvi set, ali mi smo odigrali dosta netačno i nismo ispoštovali ono što je bila taktika. Mučili smo se,
dosta, na kraju 34 ili koliko već završen set. Dobro što smo ga dobili, pitanje je veliko da je Požarec dobio prvi set, kako bi to dalje bilo. Ono što mene raduje što smo negde od pola drugog seta do kraja utakmice odigrali to što smo trebali od početka. A következő fordulóban a szabadkaiakra nehéz vendégszereplés vár, hiszen a listavezető Vojvodinához utaznak, a Mladi Radnik pedig hazai közönség előtt javíthat a Dubocsica ellen. Kedves nézőink, műsorunk végén pedig még néhány sporthír. Kiváló eredményt ért el Súrján Szabina és Izabella Lupulescu a Linzben zajló asztali tenisz Európa-bajnokságon, ugyanis bronzéremmel térhetnek haza. Szerbia egyébként legutóbb 21 évvel ezelőtt szerzett érmet felnőtt kontinens tornán. Nagy Varga Krisztina pedig európai aranyat hoz Szabadkára, ugyanis az ökölvívó hölgynek sikerült a dobogó legfelső fokára állni az U23-as korosztályban. Ennyi volt mai műsorunk, ha valamiről lemaradtak, műsorunkat visszanézhetik a Pannon RTV honlapján, illetve Facebookon is követhetnek minket. További szép napot, a viszontlátásra!